Az evés ugye egy alapszükséglet, több motiváció van, és több alapszükséglethez kötődik. Az egyik ugye az autonómia alapszükséglete, tehát sokan azért tesznek, mert szeretnének egy autonóm állapotba kerülni. Mások azért tesznek, mert szeretnének társas állapotba kerülni, akkor is elmegyünk vacsizni egy jó társasággal, ha nem vagyunk éhesek. Sőt, büszkén állíthatom, hogy néha akkor is iszunk, ha nem vagyunk szomjasak. És a harmadik, ugye az pedig egyszerűen a táplálkozás szükséglete, alapszükséglete, és erre az éhség emlékezteti a gyereket. A mi kultúránkban ritka jelenség az éhség, mert általában megelőzzük az éhséget a gyerekeknél, erről már volt szó. Ugyanakkor az éhség és a megfelelő táplálkozás, azok kar-karban járnak. Az éhségnek kettő fajtáját különböztetjük meg, és ezek közül csak az egyik segíti a megfelelő táplálkozást, ezt nevezzük türelmes éhségnek, és különböztessük meg élesen a farkas éhségtől, ami a lezuhant vércukorszint által előidézett módosult tudatállapot, és alaposan beszélni fogok róla a következő részben.